Borsod 24 Podcast. Borsod Aba Üzemplén megye és Miskolc független hírportáljának bárhol és bármikor visszahallgatható műsora. Nagy szeretettel köszöntöm a Borsod 24 Podcast legújabb adásának hallgatóit. Borsod Aba Üzemplén megye független hírportáljának legfrissebb műsora a Tudomány és Technika Házának vendégstúdiójából jelentkezik. Én Betlen Tamás vagyok, a portál szerkesztője. Vendégem pedig ezúttal a Miskolci Nemzeti Színházból érkezett, üdvözlöm Szegedi Dezső színművészt. Üdvözlöm, és üdvözlöm a nézőket is. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon régi vágyom teljesült ebben a pillanatban, hogy elindulhatott ez a felvétel. Nagyjából 3 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem először, hogy felvételt kellene készíteni, illetve egy beszélgetést Szegedi Dezsővel. Természetesen az a téma ragadott meg engem is 3 évvel ezelőtt, ami szinte az egész magyar sajtót bejárta, és akkor időrendben visszafele megyünk most az élettörténet feldolgozásában, nevezetesen, hogy az ország legidősebb hallgatójaként diplomát szerzett a Miskolci Egyetemen az idei évben, és ráadásul még egy speciális élményem is van, hogy egy napon egymástól néhány széknyi távolságra ültünk a diplomátadón, és még egy közös kép is készült, azt hiszem ez nekem örök emlék, hiszen megközelíthetetlennek gondolja az ember a nézőtéről a város egyik kedvenc színészét, és hogy együtt tud vele bárhol szerepelni, találkozni, mutatkozni, ez hatalmas dolog. Remélem most ez alatt, az 1 óra alatt, amennyi ideig tart ez a felvétel, még több mindent meg fogunk tudni az életéről, a művészetéről, illetve azokról az elvekről, amelyeket vall. Szóval beszéljünk először a Miskolci Egyetemről, és akkor beszéljünk a 2021-es évről, amikor ősszel elkezdődött az egyetem. Egyáltalán mikor fogalmazódott meg a művész úrban, hogy, hát hogy ez beadja a jelentkezést? Elég régen megfogalmazódott. Ugye az embernek megvolt az érettségije, aztán ült rajta sokáig. Aztán, ahogy egyre bonyolódott a világ az ember körül, úgy éreztem, hogy valami keveset tudok bizonyos dolgokról. És hát gondoltam, hogy akkor hát miért ne menjen az ember, és érdeklődtem mindig a társadalomtudományok iránt, mindig foglalkoztam, olvastam, és úgy gondoltam, hogy ezt jó lenne intézményes keretek között tanulni, például egyetemen. Igen ám, csak a régi érettségi bizonyítványom pontszámai nem voltak elegek, tehát kevés volt. Ezért nekem emelt szintű érettségit kellett csinálnom ahhoz, hogy megfelelő pontszámom legyen az egyetemi felvételihez. Megszereztem, és így nyertem felvételt az egyetemre. Nehéz volt ez az emelt szintű érettségi? Annyira nem volt nehéz, hiszen az ember nagyon sokat hallott, olvasott róla, nyilvánvalóan nem azzal a szándékkal, hogy majd újra vizsgázik belőle, de sokat tudtam, amit újra kellett olvasnom, újra kellett tanulnom. És mit adott az egyetem, mondjuk az emelt szintű érettségihez viszonyítva? Hogyan lehet kedvet csinálni esetleg más idősebb embereknek, vagy akár középkorúaknak, hogy rengeteget adott az egyetem, rengeteget. Amiről az ember azt hitte, hogy hát én ezt vágom ezt a dolgot. Aztán kiderül, ha az ember beül az órára, hogy hát nem egészen úgy van az. És hát rengeteg újszerű dologgal ismerkedik meg az ember az egyetemen, amiről nem is gondoltam, hogy ezek nagyon, nagyon fontos dolgok ahhoz, hogy az ember nyitottabban lásson a világot, nyitottabban lássa, kinyílik az ember előtt a világ. És ez nagyon, de nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy az ember túl azon, hogy kinyílik, kritikusabban is kezelje az ember a körülötte lévő világot. Nagyon fontos dolog. Nagyon. Mit jelent a kulturális antropológia maga? Az átlag embernek fogalma sincs? Hát én hiszem azt, hogy azért van fogalmuk az embereknek. Hát tulajdonképpen az antropológia, ugye nevéből adódóan ember, tan, a kulturális antropológia pedig, hát
emberi társadalmakkal foglalkozó tudományág. A kulturális antropológia, a kultúra pedig a kultúrák sokszínűségét vizsgálja, és ebből adódnak nagyon, de nagyon sokszor a problémák, hogy egymás kultúráját az emberek nem nagyon ismerik, vagy csak felületesen ismerik. És akkor toposzokat használnak, meg mindenféle olyan jellegű dolgokat, amiket hallottak, vagy nem tudom milyen indítatásból, de elmondják, hogy hát ezek azért olyanok, mert azok. És ha venni a fáradtságot, hogy elkezdene a kultúrák sokszínűségéről olvasni, tanulni, más szemmel nézni őket. Teljesen más szemmel. Mit, miért és hogyan csinálnak emberek. Ezeknek nagyon, de nagyon, nagyon fontos ezeket ismerni. Ha az ember ezt nem tudja, ha csak úgy kívülről nézi az ember, és nem résztvevő megfigyelésként, ahogy tanultuk az antropológiában, akkor esetleg hamis képet kaphat. Nagyon hamis képet kaphat. Tehát egymás kultúrájának a megismerése nagyon fontos dolog, mert nagyon sok mindent megértek, amit addig nem értettem meg. Ha megismerem a kultúrádat, akkor tudom, hogy mit, miért csinálsz. Ha nem ismerem, akkor egyszerűen csak lezárom azzal, hogy azért vagy olyan, amilyen, mert te olyan vagy, amilyen. És ez nagyon nem jó. Van egy személyes élményem ezzel kapcsolatban. Pont kultúra és antropológia tantárgyból, amit nekünk régészeknek is oktattak, lehetett választani témát, és én az Olá cigányok beszéde, a hangos beszéde című témát kaptam, és az volt a lényeg, hogy próbáljuk megérteni, hogy miért beszélnek ők hangosabban, és hogyan kell ezt értékelnünk, hogyan viszonyuljunk hozzá. Ugyanis egy jó ilyen 100 fős hallgatóság volt a teremben, és meg volt győződve arról az igazságról. A hallgatóság jó része fiatalok, és 30 év alattiak voltak túlnyomó részt a hallgatók, hogyha mondjuk a villamoson azzal találkozik egy utazó, egy magyar utazó, egy miskolci átlag polgár, hogy a hátsó sorokban hangosan beszélnek egymáshoz, vagy akár veszekednek, vagy veszekedésnek tűnő hangnemben kommunikálnak egymással a romák, akkor ott valamit tenni kell, és ez nincs joguk, és hogy miért nem igazodnak a társadalmi elvárásokhoz, és ahhoz, amit egy átlag polgár normálisnak tart. És az előadás kezdetén azt gondolta a közönség nagyon nagy része, hogy ez ellen igenis nekik kell tenniük. Én pedig azon az állásponton voltam, hogy az volna jó, hogyha próbálnák inkább megérteni az ő szociális beilleszkedésüknek a történetét, és azt, hogy miért így tanulták meg az életet és a kommunikációt, és mi készíteti őket ezekre a beszélgetésekre. És akkor itt most már rá is térhetünk arra, ami azt hiszem téged is foglalkoztat nyilvánvalóan, hogy milyen a helyzete a roma társadalomnak, a miskolci romáknak, a miskolci cigányságnak. Mit tapasztalsz? Elég nagy áttekintésed van, hiszen a te életed is hasonló körülmények között kezdődött, és úgy tudom, hogy végigkísérted egész életedben azokat az állomásokat, amelyek próbálkoztak azzal, hogy változások következzenek be. Én úgy látom, hogy nem nagyon változott a helyzet az alatt a néhány évtized alatt. Hát, ahonnan én indultam, ahol születtem, az Miskolc egy olyan város része volt, valamikor telepnek hívták, ahol rengeteg, nagyon sok roma lakott. De laktak ott zsidók is, akik még visszajöttek a szörnyűségből, Auschwitzból, illetve más nemzetiségűek is laktak. Tehát én ott szocializálódtam, ott kezdtem érzékelni magam körül a világot, és azt a kultúrát szívtam be magamban, ami ott volt. És itt a hangos beszéddel kapcsolatban
Van egy érdekesség ennek a dolognak, hogy azért nem lehet általánosságban azt mondani, hogy például az olápcigányok ordítanak, hangosan beszélnek, és nem törődnek azzal, hogy a buszon csendben lévő emberek vannak. Ez érdekes dolog. Én ezzel megmondom őszintén, különösebben nem foglalkoztam, mert számomra nem volt idegen a dolog. Nem volt idegen. Talán ez abból is adódhat, hogy főleg az olápcigányoknál, hogy ők nem magyar nyelven beszélnek. És miután nem érti senki az ő nyelvüket, ezért ők beszélhetnek nyugodtan, hangosan, mert úgyse érti körülöttünk senki. Ha magyarul beszélnek, meg kell, nem mindenütt van ez a hangos beszéd, ez a hangos ordítozás, ez a féktelenül, aztán most aztán 800 decibellel elkezdünk beszélni. Ha nem magyarul kommunikálnak, akkor esetleg hangosabban beszélnek. Ennek az okát, én megmondom őszintén, nem tudom. Milyen út vezetett a Gordon telepről, vagy a, nem is telepnek kell hívni, városrésznek? A Miskolci Nemzeti Színháznak a színpadáig. Ez nem volt egy rövid út, azt hiszem. Hát nem volt rövid út, persze. Nekem abból a szempontból szerencsém volt, hogy az apám, ő imádott olvasni. Nagyon szeretett. Volt egy kis könyvtára is otthon. De ő tényleg a Tarzán ponyvaregényektől egészen Nietzscheig beszerzett könyveket, és ha értette, hanem ő olvasta. És hát milyen a gyerek? Ugye elcsentünk néha könyveket a kis könyvespolcáról, és olvastunk. És mi is mindent, akkor is, ha nem értettük, de a könyv az olyan jól állt az ember kezébe, és egy idő után már érdekelt az, amit olvastam. És hát... De ezt úgy kell érteni, hogy a család többi része is, a testvérek is? Ők is olvastak, igen. Hát a szülőtől veszi a mintát az ember, ugye, és olvastunk. Hát nem azt mondom, hogy állandó jelleggel, de nagyon sokszor elcsentünk könyveket a könyvespolcról, és olvasgattuk, és milyen érdekes, hogy ezek ilyen automatikusan jöttek, hogy az ember egy idő után elkezdett szelektálni. Hogy ez nem igazából, ez nem azt mondom, hogy értéktelen, de nem igazából éri el azt a fajta szintet, mint például egy Gárdonyi Géza. Az első regényem, mint nagyon sokunknak ebben az országban, amit faltam és kétszer elolvastam, az Egri csillagok volt. Az is megvolt a könyvtárba, otthoniba, és elolvastam. Aztán az ember a regények után, Molnár Ferenc és nagyon sok, Móricz Zsigmond, egyik mai napig is kedvencem, utána jött a költészet. És az ember egy-egy verset, ha elolvasott, úgy magára ismert. És az csodálatos élmény volt. József Attilát. Hát, nekem olyan imbuszom, hát valami csoda. Imádom. Mai napig előveszem, és mindig találok a sorok között is akár valami csodákat. De szeretnék gazdag lenni, egyszer libasültetenni, ahogy írja József Attila. Hát gyerekkoromban igen. Igen, nagyon szerettem volna sokszor libasültetenni, de hát sokszor kenyér sem volt. És milyen út vezetett onnan, hogy az ember verseket olvas odáig, hogy színpadra lépjen? Érdekes története van. Ilyen városrészeken nevezzük telepnek, jó? Hamar felnőtté válik az ember. Olyan értelemben is, hogy hamar megnősül. 18 éves voltam, mikor összekerültem a feleségemmel, mert két év múlva megesküdtünk, és hát dolgoznom kellett természetesen, hiszen
már családom volt. Dolgoztam is. És akkor egy, ma már az a cég nem létezik, tehát nem reklám, itali és vegyi cég gyárnál dolgoztam, és hát ott érdekes módon egy ilyen helyen olyan irodalmi élet volt, hogy az ember nem is gondolta volna. Ez egy mekkora vállalat volt körülbelül? Nem volt hatalmas. Ez a Partizán utcán volt, Miskolcon, tehát nem volt egy nagy... Ez egy leányvállalata volt a Kisvárdai Szeszipari Vállalatnak. És mindig volt valami, minden hónapban tartottak ilyen irodalmi esteket, meghívták, Szirtes Ádám volt ott, Keres Emil, Hofit meghívták. Szóval volt valami fajta irodalmi bizsergés, mozgás. És egyszer úgy alakult, hogy hát akkor majd csináljunk mi. Irodalmi estet és tehát az itteni emberek, akik szeretik az irodalmat, verseket, lépjenek fel ők, és közben engem is meggyőztek erről, fölléptem én is, József Attila Mondd, mit érl el című versét mondtam el, hatalmas siker, és akkor a raktárban, azon a munkahelyen dolgozott egy amatőr színpadrendező. És ő is ott volt ezen a vers és prózamondó versenyen, és megkérdezte, hogy nem lenne kedvem színpadon játszani. És mondtam, hogy hogyan ne hülyeskedj, már nem megyek én bóckodni, a fenét. Örülök, hogy ez lement aztán. De gyere el, hát nézd meg, van ott büfé is. Van büfé, mondom, akkor megyek. Elmentem, és hát egy darabig ugye inkább büféztem, mint bementem volna nézni a próbát. Aztán egyre többet tartózkodtam a nézőtéren. Csodálatos volt, hogy ezek a fiatalok kiállnak ott a színpadra, és játszanak. Belebújnak egy másik ember bőrébe, és úgy tesznek, mintha azok lennének. Mintha. És hát ahogy ez lenni szokott, valami előadást már leszerveztek, és az egyik szereplő megbetegedett. És a rendező szólt nekem, azt mondta, hogy te Dezső, hát itt ülsz már hónapok óta, oda-vissza tudod a darabot, csináld már meg helyette. Mondom, oké, megcsinálom. Beálltam, Rodomont kapitány volt életem első szerepe, Tabaremester csíntevénységből, ez a csodálatos volt. És fölmentem, és ordítottam, mint a sakál, és akkor én azt mondtam, hogy nálam nagyobb színészt a föld nem hordott a hátán. Hát én, hát egy Laurence Olivier, ne vicceljünk már. És aztán, amikor jöttek a műhely munkák, akkor az ember rájött, hogy igazából nem tudok én semmit erről a pályáról. Aztán lassan-lassan elkezdtünk. Műhely munkák voltak, beszédtechnika és sok egyéb más. Színházból is jöttek ki színészek, tartottak nekünk előadásokat, órákat. És elérkezett az az idő az amatőr színjátszó életemben, hogy egyszer csak azt mondta a rendező, hogy van itt egy nagy nemzeti drámánk, hát ezt meg kellene csinálnunk. Bang-bang. Hú, mondom, ez szuper, hát én mondom, olyan lázadó leszek benne. Nem, te leszel Bánk. Én? Te? És akkora sikerrel játszottuk, hogy őrület volt. Nagyon élveztem. Tehát nem számított úgymond cikinek, hogy az ember ilyen dolgot választa? Abba a környezetben, ahol éppen akkor élt a rokonok, ismerősök, barátok? Inkább fura volt nekik, de nem volt ciki. Inkább fura volt, hogy nézd oda, hát már lassan 20-21 éves, mert ugye talán úgy kezdtem el, nem emlékszem pontosan, megmondom őszintén, és elmegy a színpadra. Szegény anyám, nyugodjon békébe, mondta, hogy jaj, fiam, hát te akarsz színész lenni. Hát te,
Hát nézd meg a filmen milyen, azok színészek, azok igen, de hát te akarsz. És amikor eljött egy előadásunkra, még Leftire vártunk című darabot játszottuk, és anyám ott ült, és a végén, ez nagyon izgalmas volt, illetve hát megütött engem a dolog már abból a szempontból, hogy odajött, és könnyezve gratulált nekem. Ez csoda volt. De ez még mindig az amatőr színpadhoz kapcsolódott. Ez az amatőr színpadhoz, igen, színpadhoz kapcsolódott. Hát, hogy úgy kerültem aztán végül is a Miskolci Nemzeti Színházba, hogy csináltak akkor itt Miskolcon, Horváth Z. Gergely rendezte Olasz Szalmakalap című darabot, és hát akkor még Egerrel együtt, tehát Egerbe is játszott a Miskolci Nemzeti Színház, meg itt is. És hát kevés volt a statisztéria, mert a többiek elmentek Egerbe játszani. És külsősöket kerestek, statisztákat. És hát az akkori darab segédrendezője úgy gondolta, hogy hát ő elmegy az amatőr színpadokhoz, mert azok már valamelyest ismerik a színpadot, onnan fog beszervezni embereket ebbe a színdarab a statisztának, és hát engem is kiválasztottak. Ott voltam, bementem, hát az fantasztikus érzés volt egy amatőr színjátszónak egy professzionális színpadra lépni, amikor az ember megérezte a profi deszkát a lába alatt, akkor szurokba lép az ember. Úgy ragad bele az ember, mint a Heidermann küszöbön, szóval nagyon. És hát ott csináltam a dolgom, a következő darabra is felkértek, és egyszer csak akkor a színház művészeti vezetője Csiszár Imre volt, és megkérdezte, hogy nem lenne-e kedvem leszerződni a színházba. Na, hogy a fenében ne lenne? Hát persze. Aztán leszerződtem, akkor énekkarba. Akkor még ugyan volt segédszínészi státusz, de az minden volt töltve. Én az énekkarba szerződtem, és akkorában még úgy volt, hogy aki 3 évet művészeti tevékenységet eltöltött a színházba, jelentkezhetett színészminősítő vizsgákra, akkor még a Színházi és Filmművészeti Főiskola, ma már egyetem, lehetett jelentkezni, színészminősítő vizsgákra jelentkeztem, én azt végigcsináltam, aztán úgy lettem színész. Tehát abban az időben még mód volt arra, hogy az ember az egyetem vagy a főiskola nélkül ki tudja kerülni azokat a tanuló éveket, amiket manapság szinte mindenki... Hát nem, mert ott kellett vizsgázni. Minden évben föl kellett menni. Diplomát nem kaptunk, tehát szó nincs róla. De előadó művészit és színészként alkalmazható minősítéseket kaptunk. Ez akkorában úgy neveztük, hogy színész 3, színész 2, színész 1. Én végigcsináltam a színész 1-ig, aztán azóta folyamatosan színészként dolgoztam. A Miskolci Nemzeti Színháznál végig kitartott? Hát hogyne. Persze, bár a csápokat kinyújtottam, mert vendégként voltam Budapesten a Thália Színházba, a Víg Színházba, Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színháznál, tehát vendégként játszottam sok helyen, de az anyaszínházam, az mindig a Miskolci Nemzeti Színház volt. Ide szerződtem, és innen is mentem nyugdíjba. Felolvasnám azokat az elismeréseket, amelyeket többek között például a Miskolcváros nívódíját, gondolom emiatt a kitartás miatt is többek között el lehetett nyerni. Igen. 1988-ban tehát Miskolcváros nívódíját kapta, aztán a Miskolci Nemzeti Színház díját 1990-ben, Dériné díj 1998, Jászai Mari díj 2003, Miskolci Múzsa díj 2014, és a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja 2018. Beszéljünk azért ezekről az évekről még, hát, van mit szerintem. Igen, nekem minden elismerés nagyon jól esik az embernek természetesen, de nagyon nagy felelősség is.
Tehát amikor az ember kap valamilyen kitüntetést, valamilyen elismerést, akkor azt mondja az ember, hogy innentől én nem ülhetek rá erre a dologra, és fürdök ebbe a dologba, hogy hó, nekem milyen meg olyan kitüntetésem van. Hát ugye ezek közül a kitüntetések közül a Jászai Mari díj a legmagasabb, mert az állami kitüntetés, de nekem a Dériné díj, amikor azt megkaptam, nekem az volt a csoda. Nekem az volt a csoda, mert ugye egy Dériné Miskolcon játszott az ők, amikor elmentek Miskolcról, ugye a társulat tovább ment Kassára, akkor a miskolciak azt mondták, hogy ho-ho, hát színház nélkül nem maradunk, hát akkor építsünk egyet. Tehát Dérinének is köszönhető. Amikor én megkaptam a Dériné díjat, én a díjjal együtt kimentem Dériné sírjához. A temetőbe, és beszélgettem vele. És az... mit mondott neki? Igen. Hát én ott monologizáltam végül is. Nem voltam vele olyan viszonyban, hogy én tudjam a reakcióit. Talán annyit mondhatod, hogy köszöni szépen, hogy kimentem. Talán ennyit. Nagyon sokan emlegették ugye a 200. évad alkalmából a Dériné nevét, és egyáltalán a miskolci színház szerető közönséget is, hiszen szerintem nekik is rengeteg mindent köszönhetnek a színészek és a színház rajongók, hogy egyáltalán áll ez az intézmény. Csak a nézőknek, hát a fizikailag jelenlévő néző nélkül a színház értelmét veszti. Tehát, és félreértés ne essék, nem a képző művészek zsenialitását, csodáját akarom én ezzel kisebbíteni, de ha egy festő otthon odáll a vászon elé, nem áll mögötte a majdani tárlaton a néző, hanem ő ott, de a színész, ha kimegy, 600 szempár szegeződik rá. És ha az nincs jelen, akkor mit játszik? Kinek játszik? A Covid alatt nem voltak nézők nélküli előadások? Vagy nem. Vagy nem volt előadás, tehát olyankor bezárt a színház. Az nagyon veszélyes lett volna olyan tömötten, olyan rengeteg embert egy olyan térbe elhelyezni, mint a Miskolci Nemzeti Színház nézőtere. Szóval a fertőzés veszélye nagyon, de nagyon nagy lett volna. És mi a helyzet a filmszerepekkel? Ott sincsenek nézők, mégis a maximumot kell teljesíteni és nyújtani. Hát a filmvilága az teljesen más. Ott nincs néző természetesen, de ott van a rendező, és sok mindenki ott van, akinek a szerepnek kell elsősorban megfelelni, és a rendező instrukcióinak az ember próbálja azt csinálni, amit kérnek tőle, amit a szerep megkövetel. De a majdani néző azért ott van a színészben, hogy hogyan fogja ezt vajon kezelni azt, hogyan fogja értékelni azt, amit én most itt csinálok, amit én megpróbálok megformálni. Tehát azért ott van az ember lelki szemei előtt, nem fizikailag, ez tény, de ott van. Mely darabok voltak azok, amelyek ön szerint legjobban megmaradhattak a miskolci közönségbe? Nekem a kolléganőm, aki segített előkészíteni a beszélgetést, fölírt kettőt, az egyik a Hegedűs a háztetőn, a másik pedig a Fekete Zaj című előadás volt. Esetleg ezekről beszéltünk? Milyen emlékeim? Hát akkor Horváth Péter volt, rendezett itt, és előtte csináltuk a Svejk vagyok című darabot, Kuna Károly főszereplésével, és én abban Palivec kocsmárost játszottam, és én valahogy úgy egymásra találtunk a Horváth Péterrel, a rendezővel, úgy valahogy elkezdtük egymást érezni. Valamit mondott, hogy te ez, megvan Péter, oké, értem, és csináld meg. És valahogy közel kerültünk egymáshoz, a szónemes értelmében, és azt mondta, hogy te, jövőre én megcsinálnám itt a Hegedűs a háztetőn. Én arra gondoltam, hogy a te viét játszd te. Hú, hát mondom, ez akkora elismerés nekem, hogy
te rám gondoltál ezzel a szereppel. Hát én napokig föl kellett nekem ezt a dolgot önmagamba dolgozni, hogy atya világ az égbe tegyek. Ez nagyon nagy felelősség. Nagyon, de nagyon nagy felelősség, mert maga a darab is nagyon érzékeny. Nagyon érzékeny. Sokáig le volt tiltva Magyarországon, nem lehetett játszani. Ugye az anatevkai zsidók tulajdonképpen kitelepítése Oroszországba, Anatevkából, és hát elkezdtük csinálni. Nem néztem meg a filmet. Topol, ugye a híres nagy, meg sem azt a felvételt, amin a Bessenyei Ferenc játszotta. Nem akartam azt, hogy, mert óhatatlanul bennem maradtak volna dolgok a filmből, vagy éppen Bessenyei Ferenc alakításából. Ezért azt mondtam, hogy a rendezőre bízom magam és a saját érzéseimre. Tudom, mi az, hogy kisebbségben élni, hiszen az ottani zsidóság is abban élt, a darabban, Anatevkában. Hiszen én azt tudom, nekem ez megvan, ezt kell valahogy átültetnem egy picit önmagamba, és egy picit bele is loptam egy egyik tánc részbe, ott ilyen aromatáncszerű motivumokat is belecsempésztem a táncba, és a Péter tudta, a Horváth Péter, és azt mondta, hogy oké. Mert tudta, hogy az belőlem jön. Azt írják az interneten, hogy a felkészülése volt hétköznapi, hiszen a zsinagógába kérte segítséget. Most már lehet, hogy ez egy nagyon különleges beszélgetés lesz, de akkor még egyszer neki futok. Szóval a zsinagógából kért segítséget a szerephez, hogy megismerje a zsidó szokásokat. Igen, hát én nem sokat, tulajdonképpen semmit nem tudtam. Már azt említette, hogy a Gordon telepen éltek zsidók is. Voltak, de nem voltunk velük olyan szoros kapcsolatban, illetve ők már elkezdtek, hogy úgy mondjam, egy érdekes sztorit elmesélek ezzel. Hazajött egy ember a szörnyűségből, a haláltáborból, Auschwitzból. És hát valahogy a Gordon város rész felé vetődött, szép fiatal cigánylány, szerelem, oda benősül. És hát csodálatos házasságot éltek. Szóval ő inkább már elkezdett a romákhoz közelíteni, mint hogy mi az ő zsidósága felé, hiszen soha nem volt gond az, hogy ő zsidó, sőt úgy is hívták az öreg Feri bácsit, hogy az öreg cigány holott. Nem, ő zsidó volt, még a neve is. Jó, de ez nem volt elég ez a tapasztalat akkor. Ez természetesen nem. Vagy a másik zsidó ember, akik ugyancsak Auschwitzból jöttek haza, ők már valahogy úgy éltek a telepen, mint mi. Tehát nem volt különösebb szokásai. Ők szombaton ugyanúgy dolgoztak. Tehát nem volt az, hogy akkor vagy pénteken, nem volt az, hogy akkor most jön a sábesz, és akkor most akkor semmit nem csinálunk. Nem a fenét, az öregnek lova volt, fiák kerezett, tehát neki, ő különösebben nem tartotta ezeket a zsidó szokásokat. Na most átmentem a zsinagógába, és elmondtam, hogy mi járatban vagyok, hogy egy zsidó szerepet fogok játszani, és én szeretnék sok dolgot megtanulni itt a zsidó kultúráról, zsidó szokásokról, és sok mindenről, ami a zsidósággal kapcsolatos. Hát nyilvánvalóan 4-5 hetem volt erre a dologra, amennyit tudtam, elsajátítottam, de csodálatos volt az, hogy átmentem, és ott volt konyha akkor még. Most nem tudom, hogy van-e. És mondták, hogy hát, mondom, hazamegyek, ebédelek, és majd visszajövök. Ne, hát van itt konyha. És mondták, hogy hát menjek oda be. És nekem nagyon furcsa volt, hogy neki kalabba megy, és akkor úgy. Csak néztem. És hát
Nagyon jókat ettem ott. Nagyon finom kajákat ettem. Volt, amikor szóltak, hogy hát most talán nem kellene befizetnem, mert olyan kaja lesz, hogy mit tudom én, rakott krumpli, de azon nem lesz kolbász. Mert a tejfölés, a hús, ugye, én akkor tudtam meg, hogy azt nem eszik együtt. Egyébként most volt Sólet-fesztivál néhány. Tudom, hete, és tudom. Jártam a konyhába, úgyhogy működik ott a zsinagoga. Még működik? Együttes. Sőt, nagyon szépen igen? felújították. Igen, igen. Ja. De abba egyetértünk, vagy egyetért a kritikusokkal, hogy ez a Hegedűs a háztetőn az egyik csúcspontja volt mindenképp a miskolci szerepléseinek? Hát a miskolci szerepeimnek nyilvánvalóan az volt, hiszen 20 nem tudom hány évvel ezelőtt játszottam, és ma, ha találkozom vad idegen emberekkel, életemben nem láttam őket, jönnek velem szemben, mosolyognak, és köszönnek, vagy a buszon odaül mellém valaki, köszön, jó napot, művész úr, jó napot, művész úr. Én magát ismerem, én járok színházba, én emlékszem erre a szerepére, és akkor elkezdik mondani a szerepeimet. Csoda. Olyan szerepeket, amiket mondom, én abban benne voltam. De hogy ne lett volna benne? Hát persze, hát benne volt. Ez jó érzés nagyon. Nagyon jó érzés volt az, amikor például a Hegedűs a háztetőn előadás után átmentünk a Déri Népresszóba, és hát előadás után jól esik egy pohár sör az embernek, természetesen. És oda jöttek hozzám emberek, nem katolikusok is, mondták, hogy hát ezt a szombatesti imád úgy énekelte, hogy ha lesz a Hanuka ünnepünk, meg fogjuk hívni, hogy ott is énekelje el. És elmentem, és énekeltem nekik. Ezek fantasztikus élmények voltak, bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy mindig ugye nagyon sokszor fölteszik azt a kérdést, hogy melyik az, ami legszívesebben emlékszem, meg melyik volt a kedvencem. Mindig az aktuális volt. Mindig az, amit éppen próbáltam. Az ember annak adta át magát mindig. És pillanatnyilag ez éppen micsoda? Hát most éppenséggel a Fekete Szárú Cseresznye. Teljesen véletlenül egy öreg cigányembert játszom benne, de aranyos nagyon a cigányember, mert itt is a rendező egy olyan dalt adott oda nekem. Voltunk Komárnói Színházban, és ahogy énekeltem, nagyon közel ülök a nézőkhöz, illetve itt Miskolcon is, amikor megy a színdarab, és azt láttam, hogy ott ülnek nénikék is, potyog a könnyük, amikor éneklem azt a darabot, illetve azt a zenét, azt a nótát. Imádják, nagyon szeretik, én is szeretem. Melyik nagyobb elismerés, hogyha sír a közönség, vagy hogyha nevet? Szerintem mind a kettő csoda. Mind a kettő a legszörnyűbb, de még a csöndnek is van. Mert azt mondják, hogy gyerekek, olyan csönd van a nézőtéren, hogy a légy zümmögés, az is jelzés a színpad felé. Minden, ami a nézőtéren történik, az a színpad felé jelzés. Nagyon nehéz ám az embert megsíratni, vagy megnevettetni, vagy éppen azt a hatást keltenem, hogy lent döbbenet legyen. Csönd. Én emlékszem olyan előadásra, Karamazov testvérek, nagyon régen volt, mit tudom én hány évvel ezelőtt, 35-36 éve, nem tudom. Összement a függöny, és vártuk, hogy majd taps. És egy tenyér nem verődött össze. De nem azért, mert nem tetszett nekik, hanem a döbbenet. A döbbenet, hogy úristen, hát ez mi volt? Hát ez borzalom. Egy tenyér nem verődött össze. Az az egyetlen egy ilyen eset volt, amikor a taps az kimaradt. De nem azért, mert nem tetszett az előadás, hanem tényleg a döbbenet. Ezeket az érzéseket, ezeket a tapasztalatokat úgy tudom, hogy alkalmasnak találja arra, hogy társadalmi problémákra is megoldásokat igyekezzen találni, és talán emiatt jött létre a Romano Teatro, és emiatt
patronál, vagy próbál tanítani fiatalokat. Mi ennek az igazi célja, és itt milyen eredményeket lehet elérni? Igen, hát ez, ahogy én emlékszem, az én gyerekkorom, hogy én is azért szerettem az előadásokat, meg mindenféle dolgokat, amik színpadon történtek, és azt mondtam, hogy rengeteg ilyen gyerek lehet, és nem csak roma gyerekek, mert velünk a Románó Teátróban nem csak romák játszottak ott, ami mindenkit vártunk, és játszottak velünk, nem roma gyerekek is, és élvezték. Élvezték a játékot. Nekem ezzel az volt a nem titkolt szándékom, hogy a művészeten keresztül próbáljunk közelíteni egymáshoz, próbáljuk egymás kultúráját jobban megismerni. Azok a nem roma gyerekek, akik jöttek oda akkorában hozzánk, és ami, ahogyan mi kommunikáltunk egymással, nekik az furcsa volt, és egy idő után megszokták, és nekik, hát volt olyan, aki bejött, és már cigányul köszönt. Én azt hittem, hogy eldobom az agyamat, hát mondom, és élvezte, szóval. Aztán, amikor az első darabot megcsináltam velük, a La Mancha lovagját, Rom Quijote alcímmel, igen, megcsináltuk, hát azok a gyerekek úgy élvezték, akik játszottak benne. Olyan fantasztikus élmény volt számukra, hogy hát azt el nem lehet mondani. Ez komolyan, hogy vége volt az előadásnak, és ugye tapsolták őket, és jöttek le a színpadról, és csillogó szemekkel szültek, hogy hát ez ilyen, igen, ez ilyen. Akkor jól értem, ennek az a célja, hogy megtapasztalják mind a két oldalról, hogy milyen, hogy teljesen egyformák, hogy nem olyan a színházban az egymáshoz való viszony, mint a való életben? Hát nem olyan a viszony. Én inkább ezt úgy fogalmaznám, hogy elfogadjuk egymást. Elfogadjuk. Tehát nem kell nekem szeretnem a másikat. Nem kell, hogy teljes mértékben elfogadjam, elég, ha tisztelem. Elég. Elég az, ha tisztelem. Ha megpróbálom megérteni a másik kultúráját, a másik viselkedését, annak az okait, akkor közelebb kerülünk egymáshoz. Sokkal közelebb kerülünk egymáshoz. Hát olyan darabokat is játszottunk, ahol nem roma gyerekek cigány dalokat kezdtek el énekelni, és élvezték, hogy nem magyarul énekelnek. Élvezték, hát ez csoda. Erről már múlt időben beszélünk? Részemről igen, mert egy idő után úgy éreztem, hogy már teljes embert követelne az a dalom. Tehát napi próbák, felkészülések, és közben nekem ott volt a színház, és azt mondtam, hogy van köztetek egy agilis ember, vegye át ő, és csinálja. Nincs harag, mai napig együtt dolgozunk. Hát én olyat megcsináltam velük, ami nem tudom, hogy magyarországi roma színjátszó együttesek csináltak-e. Én hozzányúltam egy klasszikushoz, Szofoklész, Antigóniához, és eljátszottuk. És Nívódíjat kaptak Miskolcon. A Románó Teátró. Budapesten játszották. Kétszer is. Tehát nekem nem az volt, hogy tehát csak olyan darabot, ami roma darab, és akkor nem. Hanem kinyújtjuk a csápjainkat, és az irodalomból előveszünk dolgokat, és megpróbáljuk a mi lelkünkkel, a mi érzületünkkel azt előadni. Például az Antigónéban állunk Teiresiász, a Jós, cigányul jósolt. Lefordítottuk a szöveget, és ő cigányul mondta el a jóslatát. Laptopból, szóval kicsit modern helyszínre tettük, mert az egész Antigónét egy diszkóban csináltuk meg, igen. És hát a mafia főnök, ugye, jödve, testőrökkel, igen. Azt olvasom, hogy
nagyon konkrét véleménye és elképzelései vannak a romák magyar társadalomban, vagy a magyarországi társadalomban elfoglalt szerepével. Itt egy idézet, amit mondott. El kell kezdeni az oktatással, a szociális szférával, a civilekkel közösen egy hosszú távú munkát, aminek eredményeképpen a következő generációk majd jobban együtt tudnak élni. Így van. Hogy áll ez a folyamat? Hát nem látom, hogy fölgyorsult volna. Én legalábbis nem érzékelem. Ez nem azt jelenti, hogy a háttérben valahol nem működik a dolog. Én ezre picit tartok is tőle, mert olvasva dr. Kotics Józseffel készült riportot, romák, nem romák, nő a szakadék című, vele készült egy riport, ahol nagyon, de nagyon pontosan megfogalmazza dr. Kotics József, hogy bizony-bizony azok a sztereotípiák élnek mai napig is, tisztelet a nagyszámú kivételnek a többségi társadalomban, amiket eddig hallottak, Józsi bácsi mondta, meg az ő sógora, meg a keresztanyámnak a szomszédja is mesélte, ezek a tapaszok mennek. És meg menjenek dolgozni, mert nem dolgoznak, ugye nem véletlenül használom a dolgoznak, mert viszont ha elolvasnának ezek az emberek különböző tanulmányokat, különböző írásokat, riportokat olvasnának a magyarországi romák helyzetéről, történelméről akár. Azt hiszem, hogy egy kicsit másképp gondolkodnának erről. Én például néha járok most már heti rendszerességgel a Kajag, a roma nemzetiségi általános és középiskolába. Ott beszélgettünk sok mindenről gyerekekkel, és azok a roma gyerekek sem. Szóval a magyarországi cigányok történelméről csönd van. Csönd. Mikor elmondom nekik azt, hogy a 19. század közepén Romániában még rabszolgák voltak, azt mondják, ne tessék már ilyet mondani, de rabszolgák voltak. És hogyha az ember ezt a kezdetektől ugye elkezdi nekik mondani, akkor úgy tágra nyílt szemekkel néznek, hogy volt egy gyerek, ahol én... Szóval nekünk van történelmünk. Van. Van. Csak hát ezzel én megnéztem egy középiskolai történelem könyvet, ezt az egész rabszolgaságot 10 sorban lerendezi. Egy középiskolai történelem könyv. 10 sorban. Kész. Ennyi. Pedig hát az egy... Európában már nem volt rabszolgaság. De Romániában még volt, és a rabszolgák romák voltak. Az a legutóbbi időben elég sokat jártunk, mint újságírók, mi is olyan szegregátumokban, Borsodabor-Zemplénben van ebből bőven, azt hiszem 100 fölött van a számuk, amiről korábban fogalmunk sem volt, mondjuk Csenyéte kapcsán tudnék példákat mondani, amelyet rendszeresen a legszegényebb magyar településnek hoznak, és tiszta roma lakosságú, és tényleg rettentően nehéz ott az élet és a kitörési lehetőségek szinte. Nehéz. Én az egyetemmel voltam terepmunkán Heves vármegyében és Békés vármegyében. Olyan furcsa nekem ez a vármegye. Mi nem is használjuk egyébként, maradunk a megyénél. Csak azt várom, hogy mikor lesz pallós joga majd a vármegyéknek. Az ispánnak, vagy a főispánnak. Lehet, hogy igen. Én láttam már telepeket, hát magam is ott születtem. Például Békés megyében az úgynevezett Párizs, ez a neve a szegregátumnak, én mikor megláttam, hát az nem akartam hinni a szememnek. Hogy van ilyen, vagy például Heves megyében Krakkó nevezetű szegregátumban. Olyan volt, mikor megy az ember a főúton, bekötőút jobbra, és mintha a középkorba cseppenne vissza az ember.
Komolyan mondom, mintha a középkorba cseppentünk volna vissza. Őrület. Az a fajta, ahogy le vannak pukkanva ott a házak, és sok egyéb dolog, amit ott látott az ember, mondom számomra azért nem annyira idegen a dolog, de az még nekem is sok volt. Az borzalmas volt. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy még léteznek ilyen, és az Alföldnek egy bizonyos része bizony elkezd keményen romásodni, azzal mit fognak kezdeni? A felméréseink, ahogy hát kérdőíveztünk, és hát minden egyes lakás, ahová bementünk, ijeszgettek minket, hogy hú, hát ott emberevők, meg vigyázzatok, meg kanibágy fenét, úgy olyan kellemesen el voltunk ott az emberekkel, hogy nagyon. És bementünk, és ugye a kérdőívek alapján kérdeztünk, gyerek többször bukott, harmadikba jár, negyedikbe, lassan már végeznie kellene, aztán a szülő iskolai végzettsége. 5-6-7, tehát a gyerekek iskolai végzettsége, tanuláshoz való viszonyuk sajnos a szülők iskola végzettségével arányos. Ez nagyon, de és az oktatás az lenne, ami ebből a kátyúból kivezethetné az embereket, de hát ez is nagyon érdekes, mert például Békés megyében, elmondok egy, nem is Békésben, nem mondom meg, hogy melyik területen, egy hatalmas iskola. És hát mi ugye mentünk kutatni, és oda voltunk, hogy ott lepakolhatunk a suliba, meg hát az volt a bázis. És kérdezem az egyik pedagógust, hogy sok gyerek, ez a rengeteg gyerek jár, de a környező településekről is mondom, sok roma gyerek, új, rengeteg. És most jött a döbbenet számomra. Mondom, hány pedagógus van? 3 végzett pedagógus, abból egy elmegy nyugdíjba, 2 maradunk. És mondom, oké, de hát akkor kit fognak? Jönnek pedagógusok, de nem. Fölvesznek embereket, sima érettségivel taníthatnak. Sőt, olyan is van, ahol felső tagozatosok tanítják az alsó tagozatosokat. És itt fölmerül az emberbe a kérdés, hogy milyen tudással jönnek ki onnan az egy gyerekek. Vajon milyen perspektíva lehet előttük tanulás szempontjából? Hová fognak tudni menni tanulni? Vagy például nagyon nagy problémát jelentenek a tudatmódosítószerek, nevezzük így finoman, nagyon őrületes nagy problémát jelentenek. És megkérdeztem az ottani egyik helyi roma kisebbségi önkormányzati elnököt, hogy és prevenció van esetleg? De hogy van? Nincs. Hát mondom, akkor hogy akarjátok megállítani? Hát, akit elkapunk vele, azt figyelmeztetjük. Hát mondom, ez igen. Nincs semmiféle prevenció. Semmi nincs. Semmi. Ezek az emberek sajnálatos módon egyre mélyebbre süllyednek, és a deviancia. Sajnos egyre mélyebbre süllyednek bele, ha nem lépnek időben közbe. Persze ehhez akarat kellene nagyon sok helyről. Ugye szoktuk volt mondani az antropológiában, hogy interdisziplinárisan kellene megközelíteni a dolgot. Sok tudománynak kellene összefogni ahhoz, hogy ezeket a telepeket valahogy kipróbálják ebből a borzalomból segíteni. Nem fog menni egyik napról a másikra. Ez nem úgy működik, hogy ma eldöntjük, és holnap már, már úgy tudunk integrálódni, meg asszimilálódni, meg minden annak a rendje. Nem, ez nem így működik. Ez nagyon hosszú távú folyamat. És addig, amíg
nincs szemléletváltás ebben a kérdésben, addig ez nem fog, 5 centimétert nem fog előre menni. 5 centit nem mehet előre, sajnos. A beszélgetés vége felé hadd kérjek engedélyt arra, egy kicsit vidámabb, nem így szomorú témáról beszéljünk, arról, hogy mivel foglalkozik 71 éves korában, a szabadideje elvileg jóval több, hogy már nem vállal új szerepeket. Mivel tölti az idejét, mi okozza a legnagyobb örömet? Hát például, ha nagyon, hát olvasok rengeteget, szóval nekem a könyvek, azok gyerekkoromtól a barátaim, imádok, és nem számítógépben, én szeretem, ha kezemben van a matériás, de szeretek lapozni. Nekem az az igazi olvasás, és nem az, hogy már alig látom a klaviatúrát is, alig látom, rengeteget olvasok, ha pedig valami nagyon, tehát a színház felé megy el az agyam, akkor előveszek régi szövegkönyveket, ekkora stóc szövegkönyv, a régi darabok, mindenkor is elolvasom. Azt olvastam, hogy a horgászat is a kedvenc hobbi. Már nem horgászom. Mit tudja megváltoztatni az ember? Hát sok minden meg tudja változtatni. Sok minden. Azelőtt nagy kedvel mentem, mindig volt hová, kihez, mert most már mindegy, ez már bonyolultabb. Akkor zárjuk ottán a beszélgetést, ahol elkezdtük az egyetemi élményekkel. Tartja a kapcsolatot a Miskolci Egyetemről bárkivel, esetleg a csoporttársakkal? Milyen volt a viszony a fiatalokkal? Hát, fantasztikus volt a viszonyom velük. Tartom a kapcsolatot olyannyira, hogy tegnap Kocsis József tanár úr fölhívott, érdeklődött, hogy vagyok. Beszélgettem vele. Beszéltünk, tehát érdekelte őket. A csoporttagokkal is természetesen van egy külön kis oldalunk a Facebookon, igen. Nem, demencia. Facebookon, és ott szoktunk néha beszélgetni, értesítenek dolgokról. Nekem vannak sztorik, amiket leírunk, tehát tartom a kapcsolatot velük. Csak a múlt héten nem tud, sajnos gyengélkedtem egy kicsit, ez sajnos benne van a 72 évben, hogy a vérnyomás, cukor, meg egyéb problémák, de majd most újra felveszem egy hét után a kapcsolatot velük. Mert volt ez az öreg diákok napja is, nem tudtam sajnos menni, nem, mert nem igazából voltam jól. Például ez a kettős fronthatás, ez engem padlóra küld. Ha visszatekint a Gordon teleptől a mostani diplomaszerzésig, hogyan értékeli az életét? Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de boldog életet ért, elégedett azzal, amit elért? Inkább úgy fogalmaznék, hogy tartalmas életet éltem. Tartalmas életet, az út hosszú volt onnan, hogy megszülettem egy olyan telepre, olyan városrészbe, aminek még a mai napig sem tudják igazából a nevének az eredetét, nincs. Nem találtam se levéltárba, sehol. És onnan nagyon hosszú volt az út. Nagyon hosszú volt az út, amíg az ember, ugye ott álltunk a szenátus előtt, és átvettük a diplomát. Nagyon hosszú út volt. Bár nekem a diplomákkal kapcsolatban nagyon jó élményeim vannak. Fiamnak 2 diplomája, a másik lányomnak 2 diplomája van, mind a ketten az ELTE-n, illetve a lányom a második diplomáját már itt a Miskolcin szerez. Tehát nem volt számomra ismeretlen a diploma, mint olyan. A gyerekeimnek megvan. Minden esetre azt hiszem, hogy a következő évekre is hasonlóan tartalmas élményeket és még nagyon sok boldog esztendőt kívánunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a Borsod 24 meghívását. Eddig tartott a Borsod 24 podcastja.
Szegedi Dezső színművész volt a vendégünk. Köszönjük, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Nagyon szívesen. Hallgatóinkat arra kérem, hogy iratkozzanak fel csatornáinkra, hogy követhessék legújabb műsorainkat, ezt a YouTube-on, a Spotify-on és a többi lejátszó felületen tehetik meg. Ha idejük engedi, keressék fel weboldalunkat, a Borsod 24-et, és mondják el véleményüket ott és a közösségi felületeinken arról, hogy milyennek találják podcastunkat, műsorainkat, cikkeinket és egyéb tartalmainkat. Kérem, ne felejtsék el támogatni lapunkat, hiszen az olvasók közreműködése nélkül nehéz lenne fönntartani újságunkat. Még egyszer köszönöm a figyelmet, én Betlen Tamás voltam és vagyok, remélem legközelebb is velünk tartanak, a viszontlátásra és a viszonthallásra. Borsod 24 Podcast. Nem félünk beszélni róla.